Meglepő lett volna, ha a farsangi időszakból és a báli szezonból épp a tolnai vándorló szépkorúak maradtak volna ki. A jókedélyi összejöveteleiről ismert közösség nem is hagyta ki az iccert, természetesen idén is megrendezték a már hagyományos évelei találkozójukat. A mai nap elhangzott a köszöntő, megettük a finom ebédet, és az ebéd után fogjuk ismertetni hát a tavalyi évet, hogy merre jártunk. Lezárjuk a tavalyi évet, és ezután lesz a 2019-es évnek a programjának az ismertetője. Utána lesz egy kis műsor, a csoportnak a kórusa fog énekelni, és a Fuchs János Zeneiskolának két növendéke, Steinbach Luca és Szabó Nándor fog nekünk egy műsort adni, és utána megérkezik a zenészünk, Tausz János, azt fog zenélni, és utána lesz egy kis farsangolás. A csoportból 12 fő be fog öltözni, és akkor mulatunk egyet. Nagyon sok településsel meghívnak bennünket, barátságot kötünk. Például itt vannak a Szekszárdi Magyar Nótakör Klubnak a tagjai, Odor Vera vezetésével, 10 fővel megjelentek, a Fászánkárti Nyugdíjas Klubnak a tagjai vannak itt 5 fővel, Siogárdon jöttek barátaink, a Siogárdi Nyugdíjas Klubnak a tagjai 2 fővel, és itt van Murga polgármestere, Felk Márta is kedves felesége, és barátságot kötünk mindenkivel. Nagyon rövid ez a barátság, rövid idejű ez a barátság. A Szekszárdi Magyar Nóta Klub már 12 éve, hogy működik, és toborozni szerettünk volna pártoló tagokat, illetve közönséget. És meghirdettünk egy ilyen akciót, hogy önkéntes közönség szervezőket keresünk, és hallottunk róla, hogy Tolnán van egy csapat, akik esetleg érdeklődhetnek a magyar nóta iránt, és megkerestem Zsinka Jánost. Ő volt már egy előadásunkon, és tetszett neki. És hát ez annyira jól sikerült, hogy nagyon jó kis asztaltársaságuk volt, és úgy kezdődött az egész, hogy egy rendezvényünkön ott mulattak velünk együtt, és a következő alkalommal már várták a meghívásunkat. Most pedig önök vannak itt, vannak már tervek, közös tervek a jövőre nézve? Igen, húsvét után lesz egy locsolóbálunk, a törzs közönség lesz a tolnai vándorlók csapata. Bízom benne legalábbis, igen. Én szeretném ezt rendszeressé tenni, ezt a barátságot, vagy összejöveteleket. Ha már éneklésről van szó, érdemes megemlíteni azt is, hogy a vándorló szépkorúaknak mostanra már saját kórusuk is van. Ők is felléptek a farsangi összejövetelen. Először kötetlen énekléskor bizonyult az, hogy a csoportban vannak jó hangúak, és aztán a János kért meg bennünket, hogy álljunk össze, és két hetente péntekenként találkozunk a civilházba, hogy a válogatott népdalokból, meg ha nem is népdal, ismert, mások által is ismert dalokból válogassunk, és hát egy-egy adott rendezvényen ki is álljunk énekelni. 10-12-en vagyunk, vannak nagyon jó hangúak, vegyes a korosztály, és az első alkalommal karácsonykor énekeltünk. Most másodjára már citera zene kíséretünk is lesz. A csoportból megtetszett az egyik férfi tagnak az éneklés, és csatlakozott a citera hangszerével. Ez az egész közös éneklés, ez egy öröméneklés, nem versenyzünk, nem is szeretnénk fölvenni a versenyt a ma itt lévő szekszárdiakkal, és hosszú távon is igazából az öröméneklés a lényeg, hogy közösen énekeljünk és érezzük jól magunkat.
kapcsolat onnan ered, hogy még évekkel ezelőtt a tolnai vándorló szépkorúakkal nálunk adtak műsort. Ugye kistelepülős vagyunk, nyugdíjas nap alkalmából meghívtuk őket, hogy ők a maguk módján, ahogy rendezvényeken szoktak szerepelni, ott adtak műsort. Így kerültünk kapcsolatba velük, de ez a kapcsolat ez mindig szélesebb és tágasabb lett, és hát ők eljönnek a mi rendezvényekre, mi meg, ha van valamilyen rendezvény, akkor részt veszünk itt az ő rendezvényükön is, és hát így alakult a kapcsolatuk velük. Mindenki úgy van vele, hogy amikor idejön, akkor megpróbálja otthon hagyni a gondjait, mert gondjai mindenkinek vannak, a gyerekekkel, a családba, és amikor idejövünk, csinosan fölöltözünk, tudjuk azt, hogy olyan emberek közé jövünk, akik hasonlóan szeretetbe, békébe szeretnek élni, és ez olyan megnyugtató érzés, hogy erre a rövid időre el tudjuk felejteni a hétköznapok gondjait, mert azért mindenkinek adódik. És hát a sok idős ember ez alatt az idő alatt föltöltődik, nagyokat nevetnek, és szoktunk közösen énekelni is a végén. Én még úgy kerültem ebbe a csoportba, hogy az anyósom és apósom is itt vannak, ám most itt mögöttem ücsörögnek ők. A vezetőjükről még annyit, hogy egy fantasztikus emberről beszélünk, aki ilyen jól megszervezett csapatról, vagy egy összefogó brigádról, vagy nem is tudom milyen szót használjak ehhez. Itt mindenki szuper nagyi, meg szuper papa.